Rengeteg kapcsolatban vagy házasságban komoly vita forrás a pénz, a vagyon. Ezzel szemben viszont a házassági szerződés igencsak sok emberben ellenérzéseket vált ki. Vajon tényleg megöli már a házassági szerződés megkötésének ötlete is a szerelmet? Miért van az, hogy rengeteg párnál hatalmas ellenérzést vált ki egy vagyonjogi megállapodás, amely tisztába teszi a kereteket és a legrosszabb esetre is előreláthatóan világos határokat teremt? Hát ezeket a kérdéseket fogjuk most körbejárni, hiszen a stúdióban vendégem Galambos Balázs, a Szépenbály Elválás Központ alapítója, mediátor és válási tanácsadó. Üdvözöllek, Balázs! És itt van velünk a telefonvonal végén Herkules Mónika is, aki ugyancsak a Szépenbály Elválás Központ képviseletében válási szakértőként fog most minket segíteni. Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is! Szervusz, Mónika! Hát azt hiszem, hogy igazából tényleg egy olyan kérdéssel foglalkozunk, vagy kérdéskörrel foglalkozunk, amely talán sok esetben a ti látókörötökbe is előtérbe kerül. Balázs, azzal kezdeném talán, hogy vessünk fel olyan területeket, olyan eseteket, természetesen ugye a név megjelölése nélkül, amikor is problémát jelentett az, hogy nem voltak ezek a keretek meghatározva, és mondjuk nem történt házassági szerződés, csak hogy egy kicsit értsék a hallgatóink, hogy milyen helyzetekben tud ezt problémát jelenteni. Kezdek egy olyan példával, ami mondjuk nem annyira ritka. Érkeznek az emberek a házasságba, a hölgy és a férfi nagyjából semmivel, tehát nincsen vagyon. Az a megegyezés, hogy a hölgy a családi hátteret biztosítja, mondjuk egy-kettő-három gyermeket szül és nevel, és otthon marad, és háztartásbeli lesz, és mondjuk a férjének lesz egy zseniális ötlete, és felépít egy milliárdos vállalkozást. És hát nem kötöttek házassági szerződést, mert úgy gondolták, hogy nincs mire kötni. Ugye itt megint, tehát akik a házassági szerződést ellenzik, ott általában az ellenzés mögött információhiány van. Tehát a megöli a szerelmet, és a többi a sárga csekköli meg a szerelmet. Ezt a mondást tegnap hallottam, és ez egy eléggé kezd aktuálissá válni ez a történet rövidesen. Lényeg az, hogy nem rend, tehát előre is lehet rendelkezni dolgokról, és hogyha egy férfinek van egy milliárdos ötlete, szó szerint milliárdos ötlete, mondjuk 3-4 milliárd forintot érő vállalkozása, és megromlik a házasság, akkor a férfi azt nem érzi jogosnak, hogy mondjuk a 4 milliárd forintból 2 milliárd forintot adjon oda a feleségének azért, mert ők mint párkapcsolat nem funkcionálnak, és akkor megy a nagy fejvakarás. Először is talán beszéljünk még arról, hogy alapvetően, hogyha két fél összeházasodik, vagy élettársi viszonyban élnek egymással, akkor ha különválnak, akkor alapvetően jogilag milyen vagyonelosztás érvényesül, Balázs? Hát az élettársi kapcsolat az egy viszonylag egyszerű dolog, mert ott a szerzés aránya érvényesül, tehát mindenki azt viheti el, amit hozott, illetve azokat a tárgyakat kell csak megosztani, amik az élettársi közösség alatt jöttek létre, de hát ott is ugye láthatóan nyoma van általában annak, hogy itt ki mennyit rakott bele a dolgokba. A házasság az egy más tészta, sokkal nagyobb jobbkörökkel látja el a feleket, és hát például óriási vitákat szokott szülni a bíróságon, az a tény, hogy a házastársi vagyonközösség az élettársi kapcsolat első napjától számítandó. Hogy akkor itt most mi is számít élettársi kapcsolatnak? Mást gondol az egyik fél, más gondol a másik fél. És az élettársi kapcsolat első napjától minden bevétel és minden kiadás feleződik. Tulajdonképpen ez a dolog így néz ki. Ugye ellenérzésként említetted, hogy megöli a szerelmet, és talán sokan hozzák fel azt is példaként, amit te is hoztál, hogy igazából nincsen semmi, amit ők hoztak magukkal, tehát miért kössenek házassági szerződést. Mónika, neked milyen tapasztalataid vannak e tekintetben, az érzelem és a racionalitás hogyan harcol egymással, és kikre jellemző, vagy kikre nem jellemző, hogy elzárkóznak ettől a lehetőségtől? Nálunk ez még nem egy túlságosan trendi dolog, hogy akár a házasságkötés előtt, akár a házasság
időtartam alatt bármikor a felek kötnének vagyonjogi szerződést. Mi ugye nyilván a válások, vagy a válás küszöbén látjuk már, hogy hogy is állnak az emberek ehhez a dologhoz, és nagyjából úgy szokott kinézni a képlet, hogy két nagy harctér szokott kialakulni. Az egyik az a gyermek körül, tehát hogy hogy legyen a tartásdíj, mennyit találkozzon vele a külön élő szülő, ki nevelje, kinél legyen a felügyeleti jog, tehát ezek a részek szoktak nagyon problémásak lenni. A másik az pedig minden, ami pénz. Tehát akkor, hogyha ott vállalkozások vannak a háttérben, ingatlanok vannak a háttérben, külföldi cégek esetleg, tehát itt aztán mindenféle kacifántos dolog bejöhet, és azt tudni kell, hogy nagy vonalakban elmondható az, hogy a házasságokra több mint a fele végződik válással jelen pillanatban ma Magyarországon, és a válásoknak körülbelül a fele az nem egy békés megegyezésen alapuló válás, hanem a bíróságon szokták akár éveken keresztül húzivonizni egymást a felek. És hát nagyon komoly anyagi terhelése van annak, hogyha nekünk nincsen egy harcos válás esetén vagyonjogi szerződésünk, mert gyakorlatilag egyrészt kiadjuk az irányítást a kezünkből, tehát a PTK alapján majd a bíróság el fogja dönteni, hogy kinek mi jár. A másik pedig, hogy iszonyatos ügyvédi költségekkel, dokumentációval, peres eljárási díjakkal, meg más egyéb pénzügyi terhelésekkel lehet számolni. Tehát ez egy több millió forintos költség, ellentétben azzal, hogyha bármikor megkötjük ezt a bizonyos vagyonjogi szerződést, hangsúlyozom, akár a házasság alatt, akkor, amikor még a válás az szóba sem kerül, leszabályozzuk a vagyoni viszonyainkat, és akkor tulajdonképpen egy egyszerű díj. Móni, arra kérlek, hogy egy nagyon picit, hogyha meg tudod tenni, akkor menj arré, mert szakadozik a vonal, lehet, hogy a térerőben van egy kicsi probléma. Feltételezem, hogy ugye arra akartál utalni, hogy tényleg egyszerű lépésekben tudjuk mi bármikor megtenni ezt a fajta lépést. Viszont most Balázshoz fordulnék egy kérdés erejéig, hogy ugye ha a kapcsolat elejénél tartunk, akkor ti, akik már a végkifejletet látjátok, tehát azt a folyamatot, amikor válás következik be, vagy pedig felmerül ennek a kérdése, hogy külön szeretnék folytatni a felek az életet, akkor mik azok hogyan lehet edukálni gyakorlatilag a jelenkorban kialakuló párokat, azokat a csírázó szerelmeket, amik éppen kialakulóban vannak, hogyan lehet őket afelé tendálni, afelé segíteni, látva azt, hogy milyen problémákat tud okozni ennek a hiánya, hogy tegyék félre akár picit az érzelmeket, tegyék félre azokat a tévhiteket, amikről beszéltél, és hogy tegyék meg ezeket a fontos lépéseket. Igen, hát példákkal és beszélgetésekkel, storytellinggel, ahogy mostában divatos mondani, így lehet és így célszerű edukálni a friss szerelmeket, és igazából itt nem is a friss szerelmekkel vannak ezek az érzelmi problémák, hanem az ő mögöttük álló családokkal. Tehát tegyük ezt tisztába. És valahol, hogy is mondjam, érthető is. Tehát a Gábor Zsazsának volt az a mondása, hogy ő sokat házasodott, sok házzal távozott. Tehát ő neki ez így megérte. És vannak olyan kapcsolódások, ahol az egyik félnek mondjuk nem annyira tehetős a háttere, a másik félnek meg tehetős a háttere, és hát ilyenkor nagyon, nagyon célszerű úgymond megsértődni, mert hogyha ez a sértődés átmegy, ez később, ez nagyon-nagyon sok 10 millió forintot, ingatlanokat, vagy bármit tud okozni. De ezt át kell látni, hogy e mögötte ez van. És az én személyes véleményem az az, hogy ahhoz, hogy valaki házasodjon, elengedhetetlen a házassági szerződés, tehát én ezt kötelezővé tenném, ugyanúgy, ahogy a gyermekvállalás előtt pszichológiai tesztet és alkalmassági vizsgát csináltatnék a jövendőbeli szülőkkel, ezt ugyanígy meg kell csinálni, és meg lehet előzni rengeteg dolgot.
Viszont tényleg, ahogy említetted, a sértődés az borítékolható, tehát én lelki szemeim előtt látom azt a szituációt, amikor mondjuk az egyik fél nem egy tehetős családból érkezik, a másik fél pedig igen, és akkor fellép azzal a tehetősebb családból érkező pár, hogy, vagy pár egyik tagja, hogy hát akkor írjunk házassági szerződést, és akkor már látom azt a helyzetet, hogy azt mondja mondjuk a hölgy vagy a férfi, hogy most ezzel szeretnéd a köztünk lévő különbséget, akár társadalmi deficitet még nagyobban tenni és kiélezni, Balázs? Igen, hát ez is védhető. Tehát itt nem még nagyobbá tesszük és kiélezzük, hanem egyrészt rögzítjük az állapotot. Aztán azt is tisztába kell tenni, hogy a házassági szerződéssel a családnak a vagyonát is meg lehet védeni. Mert itt a házasságokban vállalkozások is be tudnak jönni, mely vállalkozások felvehetnek hitelt, eladósodhatnak és a többi, és ez az adósság, tehát nem csak a bevételnek a fele a házastársé, hanem az adósság fele is. És hogyha ennek a vállalkozásnak a külön vagyoni sorsát, ezt definiáljuk egy ilyen házastársi vagyonjogi szerződésben, akkor tulajdonképpen megvédjük a családi kasszának a likviditását, hogyha itt bármiféle ingatag dolog történik a vállalkozással, ebbe a piaci környezetbe ugye bármi megtörténhet, ezt most pontosan látjuk. Lehet érvelni a házassági szerződés mellett úgy is, hogy akár végrendeletét is helyettesít, hogyha az egyik fél meghal. Tehát azért ennek a történetnek vannak nagyon praktikus részei, praktikus dolgai is, csak ugye nem szokták tudni az emberek. Ugyancsak ilyen praktikus dolog, hogy a házassági szerződés, nagyon sokan azt hiszik, hogy egy állapotrögzítő szerződés, de igazából bármit bele lehet írni. Tehát egy ugyanolyan vagyonelkülönítő rendszert létre lehet hozni, mint az élettársi kapcsolat esetén automatikusan, ugye mindenki azt tudja elvinni, amennyi pénzt megkeresett és amennyi pénzt hozott, és hogyha nagyon komoly egyenlőtlenségek vannak, mert mondjuk a hölgy egy iszonyatosan menő vállalkozó, a férfi az pedig egy egyszerű, nem tudom milyen szakmát mondjak, mert senkit nem akarok megsérteni, egy egyszerűbb bérből, fizetésből élő ember, akkor amikor szétmennek, akkor mindenki azt tudja elvinni, amit ő ebbe az egészbe beletett. Tehát én nem gondolom, hogy ezek ilyen sértődésre okot adó történetek. Emögött általában az idősebb generációnak a tanításai állnak, az ő zsigeri félelmei állnak, úgyhogy itt mindig a sértődés mögött van egy olyan külső tanácsadó szinte 100%-ban, aki ezt a dolgot gyakorlatilag pumpálja az adott félnek a fejébe. Vagy akár racionálisan látja a dolgot. Igen. Már, mint a másik oldalról. Mónika, hozzád fordulnék, és egy picit amellett, hogy nagyon sok hasznos tanács elhangzik, és ezeket nagyon szépen köszönöm, de mégis az érzelmi oldalára navigálnám a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk akár ezeket a dolgokat lejátszani egymással, miként tudjuk akár felhozni ezt a témát, úgyhogy ne legyen sértő, és mondjuk ne egy veszekedésnek, egy nézeteltérésnek legyen a melegágya, hanem tényleg egy olyan megállapodásnak, ami racionálisan gondolkodva és a jövő tekintetében sok szempontból fontos lépés lehet. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne a házassági vagyonjogi szerződéssel mindannyiunknak úgy gondolni, mint akár egy kockázati életbiztosítása. És ezt egyébként, hogyha az ember hitelt vesz fel a házára, akkor automatikusan a bankok meg is köttetik, hogy fekete-fehér legyen a helyzet, hogyha esetleg bekövetkezik az az 1%-nyi valószínűség, ami reméljük, hogy sosem. Tehát valahogy így kéne társadalmilag is kommunikálni erről, meg akár a családon belül, meg egyáltalán nekünk magunknak úgy tekinteni rá, hogy leszabályozzuk azokat a viszonyokat, amelyek egy peres eljárásban, egy válás esetén sokkal bonyodalmasabbak lennének, eltesszük a fiókba, és reméljük, hogy sosem lesz rá szükség. De hogy a Balázs is utalt rá, hogy ez bármikor módosítható, tehát ez azért nem egy olyan kőbevésett szerződés, hogy leírjuk egyszer, és akkor utána 20 éven keresztül úgy van, hiszen ahogy változik az életünk, meg ahogy változnak esetlegesen a viszonyaink, meg a pénzügyi helyzetünk a családban, akkor ebből ki lehet venni, hozzá lehet írni, tehát igazából egy ilyen flexibilis látásmóddal kéne valahogy rátekinteni erre a szerződésre, illetve még két dolgot szeretnék idehozni,
ami talán annyira nem feszültségkeltő tényező. Az egyik az az, hogy mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk én úgy megyek férjhez, hogy a férjemnek már van egy előző házassága, és ott van két kisgyerek. Tehát ugye itt az öröklést is említette a Balázs, és talán erről az oldalról megközelítve, hogyha ilyen helyzet áll elő, akkor ez nem egy feszültségkeltő tényező. Ugye ott is a már meglévő előző házasságból vagy párkapcsolatból származó gyerekeknek az öröklését is le tudja szabályozni egy jelenkori vagyonjogi szerződés az új házasságot illetően. Illetve a másik, amit még bele lehet írni, hogy amikor még nincsenek konfliktusok a házasságban, még nem mérgeződött el a viszony, tehát még teljesen harmonikus az a bizonyos házasság, vagy akár élettársi kapcsolat, ugye ez akkor is köthető, a kapcsolattartás, illetve a gyermektartás tekintetében is tehetünk bele passzusokat. És akkor nem a bíróságon kell hosszú évek alatt rengeteg sok perrel, meg őrületes költségekkel rendezni ezeket, hanem már van egy előre lefektetett szabályrendszer, és gyakorlatilag, hogyha válásra kerül a sor, akkor ott nem nagyon vannak már kérdőjelek, tehát hogyha a gyermek érdekeivel nem ellentétesek ezek a szerződésben foglalt passzusok, akkor ott a bíróságon egy sokkal rövidebb procedúrára számíthatunk, tehát érzelmileg is kevésbé lesz megterhelő. Úgyhogy talán így a racionális jövőbeni szempontokat, hogyha figyelembe vesszük, akkor egy kicsit könnyebben átmegy ez, hogyha a házastársunknak szeretnénk fölhozni, hogy jó lenne egy ilyen vagyonjogi szerződést kötni, illetve hát már a kapcsolat elejétől érdemes lenne erre úgy tekinteni, hogy ez egy szükséges dokumentum végső soron is, nagyon jó lenne, hogyha mindenkinek lenne. Viszont említettétek, hogy akár közben is megköthető ez, tehát a házasság, akik már házasságban élnek, vagy élettársi kapcsolatban élnek, akár hallgatóink közül, hogyha valaki most felkapja a fejét erre a beszélgetésre, és fontosnak tartja, akkor ő is felhozhatja ezeket az érveket, és megkötheti a párjával a házassági szerződést. Mik egyébként a feltételei egy ilyen szerződésnek, hogyan működik a gyakorlatban, ha mondjuk éppen már együtt élő párokról beszélünk? Először is ez a házassági szerződés, ez akkor érvényes, hogyha a közjegyzői okiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban van rögzítve, illetve célszerű bejegyeztetni a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába. Elmondanám azért, hogy 2021-ben 9%-kal több házassági szerződés jegyeztek be, tehát azért az embereknek a tudatossága azért szépen nő ebben az ügyben, illetve amit Móni mondott, azt annyival kiegészíteném, hogy valójában ténylegesen flexibilis ennek a szerződésnek az alakítása a jövőre nézve, a múltra nézve nem flexibilis. Tehát, hogyha megkötjük a házassági szerződést és a külön vagyoni elemeket rögzítjük benne, akkor ezek a külön vagyoni elemek nem tehetők később közös vagyoni elemekké. Sok minden passzust említettetek, sok lehetőséget, ami ugye akár a hitel, akár ugye a vagyonnal kapcsolatos, még említetted Balázs, hogy ugye, illetve Móni említette, hogy a gyermek elhelyezéssel kapcsolatosan is lehetnek kitételek. Mik azok a területek, amikre oda kell figyelni, amit szem előtt kell tartani, amire nagyon fontos, és amely akár hibaforrásként felmerülhet, hogy nem figyelünk rá, nem úgy figyelünk rá, nem úgy kötjük meg, mit tudtok tanácsolni, Balázs, elsősorban? Én mindenképpen arra buzdítanék mindenkit, aki ezt a házassági vagyonjogi szerződést megköti, hogy ne csak az állapot rögzítésre figyeljenek, mert az, hogy kinek mi a külön vagyona, ahhoz nem is kell házassági szerződést kötni, mert egyértelmű, hogy a külön vagyon az a házastársi vagyonközösség létrejöttekor már meglévő vagyontárgy, öröklés, ajándék, szellemi tulajdon vagy sérelemért kapott juttatás, tehát ezért nem kell házassági szerződést kötni. Inkább ezt a vagyon elkülönítő jelleget érdemes, hogy gyakorlatilag a szerzés elkülönítése kerüljön rögzítésre. Móni, te kiegészítenéd valamivel esetleg, amire így a tapasztalataid alapján fontos felhívni a figyelmet? Én ugyanezeket mondanám, illetve amit a Balázs már itt az interjúnk elején említett, és egyébként viszonylag gyakori. Tehát nálunk is nagyon sok olyan kliens van, ahol vállalkozások vannak a házasságban, és van, amikor ez a vállalkozás
már akkor meg volt, amikor még a házasság nem köttetett meg, sőt, még nem is ismerték egymást a felek, de van, amikor akkor alapítják. És ilyenkor, hogyha hitelfelvétel történik, akkor nagyon klasszul lehet védeni a családi vagyont, tehát hogy ilyen esetekre mindenképpen érdemes figyelni. Illetve a másik dolog, az pedig ugye a gyerekekkel kapcsolatos dolgok, amikről szintén beszéltünk. Ezt nem is feltétlenül kell annyira nagyon részletesen leszabályozni, de akár ennek is utána járhatunk, mert ugye a másik nagy harcmező az ez szokott lenni, hogy akkor mi legyen a gyerektartással, meg mi legyen a kapcsolattartással, tehát ezeket mindenképpen. És amiről szintén beszéltünk, hogy nehogy azt csináljuk, hogy két tanúval a családban megiratjuk, és akkor berakjuk a fiókba, és azt gondoljuk, hogy akkor van egy jó kis házassági szerződésünk, mert ez nem érvényes. Tehát mindenképpen kell hozzá az ügyvéd vagy a közjegyző, tehát ez nem egy olyan magánokirat, amit két tanúval megírunk, és akkor utána működik a dolog, mert nem lesz érvényes. Tehát erre figyeljünk oda mindenféleképpen, hogy itt bizony nem osztuk meg az ügyvédet vagy a közjegyzőt. Jogosnak veheti-e azt a felvetést mondjuk egy olyan kapcsolatban élő pár, általában női tagja, mert ugye a nők azok, akik általánosságban otthon maradnak a gyermekkel, és több éven keresztül kiesnek a munkavilágából, akár hogyha több gyermeket vállal a család, és ilyenkor felmerülhet-e az a fajta félelem egy hölgyben, vagy pedig az a fajta nézeteltérésre okot adó lehetőség, hogy ugye a férfi addig dolgozik, mondjuk akár egy vállalkozást alapít, addig rengeteg pénzt hoz a családhoz, a nő effektív nem gyarapítja a családi vagyon, és mondjuk e tekintetben lehetnek-e nézeteltérések, és hogyan tudják ezt a fajta különbséget mégis egyenlő arányban kihozni, hogy senki ne bántódjon meg, és senki ne érezze azt, hogy azért, mert mondjuk anyaként ő otthon volt éveken keresztül, azért ő nem tett gyakorlatilag anyagilag hozzá a család életéhez. Igen, ez nagyon jó kérdés, mert csak nézeteltérések vannak, tehát nem lehetnek, hanem csak nézeteltérések vannak. Itt a pénz egy másik óriási harcmező szokott lenni, akár már a házasságon belül. Tehát nem feltétlenül a válásnál, a házasságon belül. Ugye a hölgyek részéről kettő darab tipikus félelem van, amit így a Szépen Válja Válásközpontnak a konzultáción érzékelünk. Az egyik az, hogy nem akar tőlem elválni a férjem, most mit csináljak. Tehát valahogy az van a fejükbe a hölgyek egy komoly részének, hogy ha az egyik fél nem akar elválni, akkor nem lehet elválni, ez azért már nem a 13.-14. századi röghöz kötöttség, tehát jó, hogyha adásból elhangzik, hogy aki el akar válni, az el tud válni. A másik pedig, hogy nem fizet ki a férjem, mert mondjuk a férnek a nevére került 1/1 tulajdon részbe a ház, nem volt házassági szerződés, és ez az én házam, szépen fogod a táskádat, elmész. Na ez sem így működik, tehát hiába 1/1 tulajdonos valaki, hogyha ez egy házasság alatt szerzett közös vagyon, az élettársi kapcsolat megkezdésének első napja után történt annak a háznak a vásárlása, és nem tudja bebizonyítani az adott úr, hogy ez az ő külön vagyonából történt megvásárlása, akkor ez megint csak közös vagyon. Ugyancsak rendszeres női félelem az, hogy most akkor a férjem mindent leírat a nevéről, meg átírat, meg átjátszik az anyósára, és a többi. Ezeknek a trükköknek, technikáknak megint csak nyoma van. Tehát azért a bíróság sem naív, meg se nem hülye, ezt mind az ő terhére értékelik. Tehát igazából ezek a tipikus olyan problémák, olyan felvetések, amik így a Szépen Válja konzultációkon felmerülnek. A jogszabályok szerintem elég tiszták, hogy itt rendet lehessen rakni. Most nagyon nem mindegy, hogy egy 6%-os illetéktartalmú vagyonjogi tárgyalássorozattal rakunk rendet, ami akár másfél-másfél millióba is belekerülhet a feleknek, az ügyvédi költséget nem is számolva, vagy esetleg kötünk akár a házasság közben egy házassági vagyonjogi megállapodást. És említetted ugye, hogy nem csak válás esetén, hanem egy tragédia következtében is jelenthet ez segítséget. Itt is fontos az, hogy tehát olyan okirat legyen, ami közjegyző által biztosított. Igen, vagy közjegyző által, vagy ügyvéd által elejegyzett magánokirat.
Hát én nagyon szépen köszönöm ezt a fontos beszélgetést, remélem, hogy sok-sok embernek hívtuk fel a figyelmét erre a lépésre, amit, ahogy hallhattuk, tehát nem csak a házassága kapcsolat elején, és nem csak házasságban, hanem élettársi kapcsolatban is érdemes megtenni. A házassági vagyonjogi szerződésről, vagyonjogi szerződésről beszélgettünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Balázs, te itt voltál bent a stúdióban, a Szépen Beljel Vállásközpont alapítójaként, mediátor és válási tanácsadóként segítettél, valamint a vonalban, telefonvonalon Herkules Mónika válási szakértő volt itt velünk. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen is. Társadalmi célú